A színpad és a nézőtér is üres még, de már a nyári szezonra készülnek a Városmajori szabadtéri színpad munkatársai. A teátrum repertoárja már szinte teljessé vált, a következő hónapokban közel 70 produkció várja a közönséget. Különleges koncertek, zenés és prózai előadások, gyerekprogramok és táncelőadások is szerepelnek a kínálatban, és idén sem marad el a Városmajori Színházi Szemle, amelyen 6 vidéki társulat 6 előadása mutatkozik be. 72 előadással készül a Városmajori Szabadtéri Színpad, saját produkciókkal is, például a 30Y-ból ismert Beck Zoltán hoz létre itt egy zenés, ahogy tetszik, egy Shakespeare alapján fiatalokkal, a Soha Róza együttes különleges koncertet ad majd, ami borkostolóval lesz egybekötve, de ezen kívül lesznek a Színházi Szemlének klasszikus, csodálatos előadásai a határon túlról és vidékről, ezen kívül szokásunk már, hogy Orlai Tibor társulatával együttműködünk, illetve a Játékszínnel, úgyhogy az Orlaitól jön 4 produkció, 2 ős bemutatóit, a Játékszíntől pedig 3. A Játékszínnel kezdünk egyébként a Nagyvárosi Fényekkel. A programok sorából idén sem hiányozhatnak a filmvetítések. A kertmozi sorozat 12 héten át várja a filmrajongókat. A klasszikus hazai alkotások mellett nemzetközi filmek is szerepelnek a kínálatban. 1922-ben kertmoziként indult itt a Városmajor, úgyhogy hamarabb, mint ahogy a templom itt állt, már itt volt kertmozi a Városmajor közepén. És azt gondolom, hogy ez már mutatja azt is, hogy mekkora igény van, nem csak színházra, de mozira is. Most a pandémia idején ugye se a mozik, se a színházak nem tudtak kinyitni, és azt gondolom, hogy a szabadtér, a kertmozi az a hely, az a helyszín, ahol végre lehet biztonságos körülmények között, ugye a szabad levegőn, reméljük, hogy vírusmentesen nézni klasszikus filmeket. Úgyhogy jobbnál jobb filmek lesznek, a Becstelen Brigantiktól, az Amerikai Szépségen át, magyar filmek, a Hab, úgyhogy nagyon-nagyon jó előadások lesznek, és hozzá lehet popcorn tenni és üdítőt iszogatni. A Városmajori Szabadtéri Színház programjai is csak a járványvédelmi intézkedések betartásával látogathatók. Most a hatályos kormányrendelet alapján, ugye védettségigazolvánnyal lehet belépni. Ez azt jelenti, hogy kell a kezemben egy jegy, egy védettségigazolvány, és hozzá egy valamilyen személyazonosító okmány, ami lehet ugye személyigazolvány, útlevél vagy jogosítvány, úgyhogy ezeket mindenki tartsa a zsebében ezentúl. De annyira jó, hogy végre kiülhetünk a szabadba, és hogy végre nézhetünk előadásokat. A június elejétől látható előadásokkal és más programokkal kapcsolatban a Városmajori Szabadtéri Színház weboldalán találnak további információkat.